Ülést tartott szeptember 29-én a közbiztonsági munkacsoport, melynek témája a város közterületeinek állapota és az illegális hulladék lerakás felszámolásának hatékonyabbá tétele volt. Pap György tanácsnok elmondta, hogy a megszületett munkacsoporti elképzelések gyakorlatba való átültetésének új lendületet kell adni. Arra következtetésre jutottam, hogy a felszámolás elindult ugyan, de nagyon akadozik, és ez azért akadozik, mert a végrehajtásban problémák vannak. Tehát itt megszületnek az ötletek, a gondolatok, és utána tovább lépésben nem sikerülnek úgy végrehajtani a feladatokat, mint hogy ezt mi felgondoltuk. De arra gondoltam, hogy ebben kellene erősíteni majd későbbiek folyamán, és ez viszont a újonnan alakult városgazdálkodási irodának egy fontos része lenne, tehát az, amit itt megbeszélünk, és operatív azonnali intézkedéseket, mint lássátok, mert itt a kamerával kapcsolatban történt, így próbáljunk, ilyen hatékonyan próbáljunk dolgozni. Városrészek, konkrét területek, melyek az illegális hulladék lerakás által különösen érintettek, külön speciális intézkedéseket igényelnek, ezen területek körbeárkolása és kamerás megfigyelése is szóba került. A nagy mennyiségű építési hulladék eltakarítása hatalmas anyagi terhet ró a városra, ezt tudjuk. Oszlánszky Zsolt, a Városgazdálkodási Iroda vezetője közel kilátástalan harcról beszélt, miközben kulcskérdésnek nevezte a lakossági szemléletformálást az ügyben. A szemlélet változtatásának egyik módja lehet a szemétszedési akciók rendszeressé tétele, szerkesztői megjegyzésünk, hogy ennek egy szépséghibája van csupán, az, hogy az ebben résztvevők már amúgy is érzékenyek a kérdésben. A 29-i fórumon újra elhangzott a javaslat, hogy a gyerekeket minél fiatalabb korban rá kell venni a környezet tisztaságáért, rendezettségéért folyó harc segítésére. Ehhez kapcsolódó hír, hogy Ercsi város önkormányzata nagyszabású szemétszedési akciót hirdetett október 8-ára. A civilek Ercsiért tisztítsuk meg az utcáinkat elnevezésű akcióhoz a szervező természetesen zsákokat és kesztyűket is biztosít, az összegyűjtött szemetet pedig elszállítja a helyszínről. Az utcák képviselői október 3-ától 7-ig jelentkezhetnek az önkormányzatnál csatlakozási szándékukkal.